One of the main activities of IASC and the institution is publishing journal articles and books, being a research institution. So this is an important event for us. We'll keep it short because then we will have to leave for lunch, but I will give the word to Zoltán Gál, who's the head of the Kraft Center at IASC, and he will introduce these books in Hungarian, but there will be translation, and he will introduce the introducers. Tekintettel arra, hogy az idő egy picit előre haladt, és nem szeretnénk nullára leírni az ebédidőre utalványozott időtartamot, ezért előzetesen is arra kértem a érintetteket, hogy a könyvbemutatásnak a várható értéke az időtartamot illetően olyan 5 perc körül legyen, nagyon szolíd szórással adott esetben. És nem is szaporítom a szót, mindjárt megkérem Nagy Judit, társadalmi innováció a Pannon városokban, hát első részének, mint kötetnek a bemutatására Z. Karvalics László professzor urat. Mikor azt a kérdést tesszük föl, hogy miből főzzön a település, hogyha egy jobb jövő felé szeretné mozgatni saját magát, akkor egy bizonyos megközelítésben összesen 2 dologra támaszkodhat. Egyrészt arra, amilyen már van, amiből kiindulhat, mi gyakorlatilag a település történetének, meg a lakóinak a történetének a kezdeteitől fogva felhalmozódik és előáll, és alkalmas arra, hogy esetleg egy új fejlesztési ciklus révén valamilyen módon részese, aktora legyen a jövő építésének. Ugye az aktor szerep nem csak az embereket jelenti, hanem jelenthet non-humán dolgokat, köveket, utakat, jelenthet mentális objektumokat, szellemi tartalmakat, a hagyományokat, mondákat, regéket, gyakorlatilag mindent, ami valamilyen módon összekapcsolódhat és értéktermelő folyamatnak a kiinduló pontjává válhat. Ez egy olyan könyv, amelyik ezt a dimenziót próbálja elég nagy felbontásban feltérképezni, és ebből a szempontból különös jelentőséget ad neki, hogy ritkán nyúlnak ezekhez az értékvilágokhoz egy stratégiai fejlesztési vagy verseny kontextusban. Az ötletek általában, mint egy csillagszóró a karácsonyfán, fölvillannak és elégnek, mert a települések a sűrűn rotáló vezetőséggel állandóan ötleteket keresnek és ötleteket kergetnek, hogy hogyan lehetne valamilyen új dologba fogni, mi az, ami most megy. Amikor a vállalkozók azt nézik, hogy miből lehet most gyorsan a legjobb pénzt csinálni, mi fut, egymástól keresik, lopják az ötleteket, és próbálják abból megfőzni az ebédet, ami éppen nincs, a versenyelő forrásával az időelőnyt téve, hogy mi vagyunk az elsők, akik ezt az ötletet kihortuk, mi vagyunk az elsők, akik ezt megcsináltuk, teremtenek hagyományt, hogyha egyébként az nincs, és ebből jellemzően egyébként redundáns, értelmetlen és transformációra alkalmatlan hagyományok következnek. A 27. libafuttatónap, a 38. szakácsverseny, attól függően, hogy melyik állatot dolgozzák föl, milyen típusú szakácsok. Ha van termálvíz az adott település határain belül, akkor szinte biztos, hogy 80%-ban azonnal termálfürdőt szeretnének építeni, még akkor is, hogyha 5 kilométeres körzetben 3 van, és egyik sem fenntartható, és mindegyik település a gatyáját ráfizeti, miközben ott van egy hatalmas, gazdag, sokszínű, megtermékenyítő értékvilág, amire lehet építeni, legyen az természeti, társadalmi, kulturális, vagy akár fizikai objektumokban, teremtett tárgyakban, artefaktumokban megtestesülő gazdagság, vagy értéksűrűség. Ha egyetlen szót kéne továbbvinni, akkor az az értéksűrűség lenne. Nagy Judit könyve a Pannon tájnak, a Pannon világnak az értéksűrűségébe vezet bele mindenkit.
ráadásul egy nagyon sokdimenziós értéktérben, mert érzékeny arra, hogy nem egyszerűen csak megmutassa, hogy mi van, hanem azt a kérdést is fölteszi, hogy és ha ez van, akkor milyen szempontok alapján tudjuk ezt értékelni, belevinni gondolkodásba. És jól látszik az, hogy van olyan, amelyik csak az identitást erősíti. Csak az identitást erősíti. Van olyan érték, amelyik a muzealizálás szempontjából fontos, mert egyszerűen megmentendő, bemutatandó, sokszorosítandó. Van olyan, amelyik egy versenyképesség építésű ciklusnak lehet kiinduló pontja, amelyiknek turisztikai értéke lehet. Vannak olyan célcsoportok, amelyek speciálisan érdeklődhettek egy adott jószág iránt, és erre már egy egész felhő építhető, ha van érdeklődő, akkor abból lehet célturizmus, azt kiegészíthetik egyéb kulturális szolgáltatások. Azt kell mondjam, hogy Nagy Judit rettenetesen jól ismeri a Pannon régiót, borzasztó sok mindent összegyűjt ebből az értékvilágból, és különösen jó érzés felismerni azt, hogy ennél nagyságrendekkel több érték van. Újabb és újabb értékek várnak bemutatásra, amelyek köré nagyon jó gyakorlatok, legjobb gyakorlatok tudnak épülni. Feltehetően a kötet második része tovább viszi ezt a kalandozást, és újabb dimenziókat mutat be. Én azzal búcsúzom, hogy még azok is, akik úgy érzik, hogy nagyon jól ismerik ezt a térséget, vagy a saját szűke pátriájukat a Dunántúlon, ők is számtalan olyan gyakorlatba futhatnak bele, amiről nem tudtak, nem hallhattak, csak most ebből a könyvből értesülnek. Na, számukra mondom, hogy ne elégedjenek meg azzal az örömmel, hogy milyen jó, hogy ilyenek is vannak, hanem mindig nyugtalanítsák magukat tovább, hogy na és akkor ezeket milyen kombinációban, milyen testvéri tankokkal együtt lehet elképzelni, mint jövedelemképző, mint vonzóerőnövelő, mint akut társadalmi problémák megoldásának eszközéül szolgáló megoldásokat, és ez jól mutatja azt, hogy még a Kraftnak is mennyi teendője van. Nem elég az első lépést megtenni, sok-sok izgalmas lépés követi majd ezeket. Köszönöm szépen! Jót s jól! 26 tanulmánya a fenntarthatóságról. Kerekes Sándor főszerkesztésében elkészült kötet bemutatására Németh Kornélt kérem meg. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy tisztelettel fogadtam Gál professzor úr könyvbemutatóra vonatkozó felkérését. Egyrészt azért, mert a Pannon Egyetem Nagykanizsai kampuszának docenseként, oktatóként, kutatóként jó magam is érintett vagyok a témában. Másrészt azért, mert igyekszem folyamatosan nyomon követni a Kőszegen zajló ilyen jellegű munkákat. Néhány gondolat a könyv előzményeiről, megszületéséről. 2015. szeptemberében az ENSZ 17 fenntartható fejlődési célt fogadott el, és az Európai Unió ezek figyelembe vételével megkezdte saját 2030-ig és 2050-ig tartó fenntarthatósági stratégiájának megalkotását. Ezek a nemzetközi folyamatok előrevetítik, hogy az egyes országoknak is el kell gondolkodniuk és felül kell vizsgálniuk a saját stratégiájukat. Ezt a feladatot vállalta fel az IESC fenntarthatósági kutatócsoportja, fenntarthatósággal kapcsolódó kutatócsoportja, és célként tűzte ki, hogy hitelesen, közérthetően áttanulmányozza, feldolgozza ezeket a célokat. Ennek a munkának a részeként egy kétnapos konferencia került megszervezésre, ahol 24 előadás hallhattak a résztvevők. Ennek a konferenciának két fő fontosabb eredménye volt. Egyik a közvetett, nem igazán kézzelfogható eredménye az volt, hogy sikerült különböző nézeteket valló kutatókat, szakembereket leültetni, annak érdekében, hogy megvitassák, esetenként ütköztessék ezeket a nézeteiket. A másik kézzelfogható eredménye, hogy a 24 előadásból
26 darab tanulmány született, és ezek egységes szerkezetben a Jót és Jól úszott tanulmány a fenntarthatóságról című könyvben jelentek meg. Értelmezésemben a jót az a fenntarthatósági, jó szándékú, előremutató célokra utal, a jól az pedig ezek megfelelő átvételére, hiteles közvetítésére és továbbítására. Mitől újszerű a könyv? Mi adja az újdonság erejét? A témában sokféle stratégia, tanulmány született az elmúlt években. Ez a könyv azonban több szempontból is újat hoz. Egyrészt az a fajta interdisziplináris megközelítés mindenképpen újszerű, amely szerint a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontok együttesen jelennek meg a könyv egyes fejezeteiben. És azt csak zárójelesen jegyezném meg, hogy ezeket a szempontokat, szemléleteket az alkotók valószínűleg a mindennapjaikban, oktatásban, döntéshozók felé történő kommunikációban, munkatársaik felé továbbítani tudják. A másik újszerűsége itt az interdisziplinaritás mellett az, hogy a könyv minden fejezetében a helyi érdekek és helyi értékek kiemelésre kerülnek, és ez tulajdonképpen végigkíséri az egész könyvet, és ezért is mondhatjuk, hogy a jövőről szól, és a helyi viszonyok, helyi érdekek, értékek figyelembevételéről. Kinek ajánlható, kinek ajánlanám ezt a könyvet? Azt gondolom, hogy a stratégiai tervezés, a forráskeresés, fenntartható projektek megvalósítása napjainkban rendkívül bonyolult és összetett feladatot jelent, tehát a döntéshozóknak, munkájukat támogató szakembereknek, oktatóknak, kutatóknak mindenképpen a rendszer szemléletű megközelítést kell szem előtt tartaniuk, tehát elsősorban nekik ajánlott, vagy ajánlanám ezt a könyvet. Végezetül összefoglalásul nagyon fontosnak tartom, hogy a fenntarthatóságot érintő kérdésekben az általános iskoláktól az egyetemekig vállalkozói szféra, a magánszféra számára széleskörű tájékoztatást és hiteles tájékoztatást tudjunk nyújtani. Ebben a különböző oktató-kutató intézményeknek, térségi, régiós, kistérségi szakmai szervezeteknek nem csak, hogy részt kell vállalniuk, hanem húzó szerepet kell betölteniük, és azt gondolom, hogy a Kraft munkacsoport, illetve a fenntarthatósági munkacsoport felvállalta ezt a vezető szerepet ebben a témában, és ez rendkívül példaértékű, hiszen ezt kellő szakmai megalapozottsággal mégis közérthető módon tárta elénk. Mindenképpen elismerés illeti a könyv gondolatiságának megálmodóját, illetve a szerzők és szerkesztők munkáját, hiszen a könyv irányt mutat a földet napjainkban behálózó problémák, megoldatlan feladatok és lehetőségek kuszaságában. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. A Kraft bennünk van. Regionális fejlesztési stratégia elemzése Kőszegváros példáján erről rendezte gondolatait Markovics Szabina. És akkor Keller Krisztinát kérném meg, hogy ajánlja figyelmünkbe ezt a nagyon kellemes olvasnivalót. Kedves kollégák! Manapság öröm Kőszegre jönni, mert látni a változást, érezni, hogy itt valami készül, sőt valami zajlik, és ez a valami nagyon jó dologgá formálódik. Így fogalmazott a kötet előszavában Szabó Lajos, és azt gondolom, hogy sokan érzünk hozzá hasonlóan. De mi is ez a Kraft program, amiről olvashatunk Szabina kötetében? A Kőszegen élő szerző a Kraft program ösztöndíjasaként írta le gondolatait, és vizsgálta meg a program születését, elért eredményeit, illetve jövőbeli terveit két empirikus kutatás keretében. A kötet legizgalmasabb kérdése számomra az volt, hogy hogyan lehet egy elméletet átültetni a gyakorlatban, hol áll ez a folyamat, és hogyan élik ezt meg az érintettek. A monográfia egy átfogó szakirodalmi áttekintéssel kezdődik, a kreativitás, az innováció és a fenntarthatóság kérdéskörében. Manapság a városok folyamatosan versenyben vannak egymással, és ezért nagyon bátor dolognak tartom, hogyha valamelyik elmélet az összefogást tűzi a zászlajára.
Szabina is éppen ezt tartotta legfontosabbnak, számára is az volt a legfőbb kutatási kérdés, hogy hogyan élik meg ezt az összefogást a külső és a belső stakeholderek. A szerző egy 219 kitöltött kérdőjében alapuló empirikus kutatást készített, amelyben feltárta, hogy mit gondolnak a kőszegélyek a projektről, mennyire érdeklődnek iránta, illetve milyen elvárásokat fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban. Kiderült, hogy a kőszegélyek nyitottak a projekt iránt, várják annak eredményeit, ám közelfelük kevés információval rendelkezik a programról, 80%-uk pedig soha nem vett részt olyan rendezvényen, amely a Kraft programmal lett volna kapcsolatos. A többségük a Kraft programtól a város fellendítését várja gazdasági szempontból, de sokan fogalmazták meg azt is, hogy a kulturális élet fellendítését is neki várhatják, ettől várhatják. A konkrét javaslatokat firtató kérdésre érdekes módon szinte kizárólag hard elemek érkeztek, például az utak és épületek felújítása, strand és mozik kialakítása. A szerző értékelése szerint, idézem, kőszeg lakosai tudják, mit szeretnének, és ki is fejezik vágyaikat. Úgy tűnik azonban, hogy nem kötik össze a puha elemeket a helyi életszínvonal és jólét hosszú távú szükségszerű emelkedésével. A szerző kvalitatív kutatásának keretében 6 strukturált interjút is készített. Nagyszerű ötletnek tartom, hogy a vizsgált projekt 4 kulcsszereplője mellett 2 olyan kőszegi fiatal is elmondhatta a véleményét, akik a világért helyi értelmiség képviselőjeként, PR és marketing szakértőként a város és a Kraft program imázsának megteremtésén dolgoznak. Az interjúanyagok értékelték a programot, és megosztották a jövőre vonatkozó vízióikat is. Ez a kutatás megmutatta, hogy a Kraft nem csak fejlesztési stratégia, hanem egy együtt gondolkodást hangsúlyozó szemléletmód is. Azt gondolom, hogy mindig tudnunk kell, hogy honnan indultunk, hol tartunk és hová tartunk, és ez igaz a Kraft programra is. Szabina könyve ebből a szempontból ad nekünk remek összegzést, hiszen sorra veszi az elmúlt évek történéseit, az eredményeket, és részletesen taglalja jövőbeli terveket is. A szerző munkájában nagy erénynek tartom, hogy nem csak a pozitívumokat emelte ki, hanem a nehézségekről, megoldandó feladatokról is szót ejtett. Markovics Szabina monográfiának végén ajánlásokat fogalmaz meg a döntéshozók számára, elsősorban kommunikációs és marketing szempontból. A kutatás megmutatta, hogy a kőszegi lakosok informálása további lépéseket igényel, ha azt szeretnénk, hogy igazán magukénak élvezzék ezt az elképzelést. A szerző a program kihívásának a társadalmasítást tartja, amely minden szinten, korosztályban és társadalmi csoport esetében szükséges feladatként jelenik meg. Ez, mondom kanizsaiként, MORA program által érintettként, nem csak a Kraft, hanem más kiemelt nemzeti programok projektmenedzsereinek is rendkívül fontos feladat. A könyvre nagy szükségünk van. Amikor a nagykanizsai Kraft.pont koordinátoraként felkerestem új partnereket, nagyon sokan első kérdésként azt tették fel, hogy mi is ez a Kraft, miért van egyáltalán erre szükségünk. Azt gondolom, hogy Szabina könyve ebben segít nekünk igazán, hiszen elmondja, hogy erre a kérdésre nem egyetlen válaszért létezik, hanem tulajdonképpen kirakós játékként kell értelmeznünk, ahol mindenkinek megvan a saját véleménye. A könyv címe A Kraft bennünk van, mindez írásjelet nélkül. Van, aki ezt kijelentésként vagy kérdésként fogalmazhatja meg. Én azt gondolom, hogy inkább felkiáltóját kell tennünk, és azt kell mondanunk, hogy a Kraft bennünk van. Köszönöm szépen. Ernst Ildikó, Keller Krisztina, Tóth Kaszás Nikoletta kötetének címe, a települési együttműködések elmélete és gyakorlata a Pannonvárosok Szövetségének példáján. Nagy örömömre szolgál, hogy én mutathatom be ezt a könyvet, de biztos vagyok benne, hogy ez nem véletlen, mert hogy az egyik veszőparipám az együttműködés. Még akkor is, hogyha ez éppen olyan lehetetlen küldetés, mint a Pannonvárosok Szövetsége. Azért vagyunk néhányan, akik buldogként belekapaszkodunk, és nem engedjük, még akkor is, hogyha néhányan azt mondanák, hogy ezt most hagyjuk is. Úgyhogy mi nem eresztjük, és a szerzők sem eresztik, ezért aztán azt gondolom, hogy ez egy kiváló könyv arra, hogy polgármesterek, önkormányzati képviselők, szuper, döntéshozók egy kicsit megismerkedjenek ezzel a dologgal. Hát én egy egyetemi ember vagyok, és mégis az együttműködés az a mi napi kis életünk része, tehát együtt kell működnünk a
középiskolásokkal, a szüleikkel, az egyetemistákkal, a cégekkel, és persze a városokkal. És erre tett ugye kísérletet a Pannon Egyetem, hogy a telephelyein, tehát azokban a városokban, ahol telephelye van, megpróbál valamiféle szövetséget összehozni. Működik a dolog, döcög egy kicsit, de azt gondolom, hogy ez a könyv egy megfelelő katalizátor lehet ahhoz, hogy mindenki megismerje, hogy mi minden potenciál rejlik ebben a dologban. Mert úgy látom, hogy a polgármesterek egyelőre ismeretlennek, újnak, szokatlannak, nem időszerűnek gondolják ezt a történetet, miközben fantasztikus potenciál van benne, hiszen, ahogy már elhangzott, a városok nemzetközi versenyben vesznek részt, és itt most nem csak arról van szó, hogy 2 éven belül megoldjuk-e a csapadékvíz elvezetését, hanem arról is szó van, hogy a következő 5-10 évben vannak-e olyan szövetségeseink, akik tudnak nekünk segíteni bizonyos dolgokban, fel kell-e mindig találnunk újra a spanyol viaszt, vagy támaszkodhatunk-e egymásra, és nem baj, hogyha ezek magyar települések. Azt mondtam, hogy az egyetemet képviselem, de az egyetemeket gyakran éri az a vád, hogy ők egy elefántcsontoronyban vannak, elméleteket mondanak, amit a gyakorlatban nem lehet használni, és tulajdonképpen a gyakorlatban dolgozók mindent jobban tudnak. Hát ez a könyv egy ellenpélda erre, mert ugye a címében is benne van, hogy az együttműködés elmélete és gyakorlata, tehát valóban megmutatja, hogy milyen elméletek vannak a városszövetségekre, és ez speciál ennek a Pannonvárosok Szövetségének a példáján, hogyan működik. Egyébként turizmus oktatással foglalkozom, és a turizmus oktatásnak volt egy hazai doyenje, Lengyel Márton, aki valóban a gyakorlatból érkezett az elméletbe. Aki ma a turizmus oktatással foglalkozik, biztos találkozott a könyvével. Ő azt mondta, hogy elmélet nélkül csak kóvályog a gyakorlat. Ezért aztán érdemes mindig megnézni, hogy mi minden történik, mit tanulhatunk másoktól, mit. És ez a könyv nagyon jól összefoglalja, elemzi ezeket a dolgokat. Nagy erényének tartom, hogy tudományos alapossággal megírt könyv, de közérthető. Tehát pontosan a célcsoportjának szól. Kiemelkedőnek tartom még benne a jó példákat. A Pannonvárosok Szövetségén belüli jó példák nagyon jól vannak csoportosítva, illetve vannak még a nemzetközi példák, ami azt mutatja, hogy ez máshol is egy feladat, máshol is foglalkoznak vele, és érdemes vele foglalkozni. A szerzőkről én még annyit mondanék, hogy mindannyiukat jól ismerem, és egy kiváló példa arra, hogy különböző szakterületről érkező emberek hogyan tudnak együttműködni és egy fantasztikus dolgot alkotni, amit remélem, hogy mind az elméleti, mind a gyakorlati szakemberek nagyon jól tudnak majd használni. Főleg turizmusoktatással foglalkoznak, és hát, hogy egy kicsit még a turizmus mellett szóljak, tudom, hogy be kell fejeznem, hogy hát a turizmus nincsen együttműködés nélkül. Tehát önmagában egy fecske sosem csinál ott nyarat, csak akkor, hogyha kézen tudja fogni a többi szereplőt is. És az együttműködés reményében köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és jó ebédet kívánok az étvágyhoz!